Ez a Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora. Legeredményesebb diákjait és pedagógusait köszöntötte ma a Kaposvári Szakképzési Centrum. A tagintézmények ismét sikeres évet zárnak. A tó és környéke ihlette az igazságszolgáltatásban dolgozók új központját Balatonszemesen. A korszerű épületegyüttes tegnap adták át. Kortárs költőt látott vendégül néhány nappal ezelőtt a Noszlopi Gáspár közgazdasági technikum. A rendhagyó irodalomóra remekül sikerült. Jó estét kívánok! Az elhibázott brüsszeli döntéseket követően most az a legfontosabb feladat, hogy megvédjük eddigi eredményeinket, mondta a ma reggeli rádióinterjújában a Somogyi megyeszékhely polgármestere. Szita Károly szerint a szörnyű uniós energiapolitika egyik következmény az, hogy a kaposvári távfűtéshez szükséges gázért tavaly még 1,7 milliárd forintot kellett fizetni, az idei közbeszerzési ajánlat pedig már 8,7 milliárd forintról szólt. Mindez 6900 távfűtött lakás és 300 intézményt érint. A városvezető azt mondta, most kormányzati segítséggel meg kell védeni azt, amit eddig elértünk, hogy zökkenőmentesen működtessük intézményeinket, tartsuk fenn közterületeinket, és biztosítsuk például az éjszakai közvilágítást. December 31-ig meghosszabbította a falusi családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének határidejét a kormány. Ezt a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos jelentette be szerdán. Gyopáros Alpára a hosszabbítást a Csok sikerével, illetve azzal indokolta, hogy sok kis településen még mindig csökken a népességszám. Ez a lehetőség országszerte 2678 településen vehető igénybe. A visszanem térítendő támogatás az új építésű ingatlanok vásárlása mellett használt ingatlanok vásárlásához, bővítéséhez, felújításához és korszerűsítéséhez is felhasználható. Falusi Csokot 2019. júliusa óta több mint 31 ezer család igényelt, összesen 170 milliárd forint értékben. Épül Kaposvár legújabb kutyafuttatója, ez már a harmadik ilyen a városban. A lakók kérésére most a Petőfi utcában alakítanak ki egy 550 négyzetméteres zárt területet, mesterségesen füvesített földdombokkal és padokkal. A beruházás 8 millió forintba kerül. A kerítések már állnak, most a sétakört alakítják ki a Petőfi utcában, a harmadik városi kutyafuttatónál. Hogy ide épüljön a létesítmény, azt az itt élő kutya tulajdonosok javasolták. Nagyon szépen köszönjük a kutyafuttató létrehozását, hogy sikerült megvalósítani. Minden gazdi és kutyus nagyon örülni fog neki. Az első hivatalos kutyafuttatót még 2019-ben adták át a Cseri Parkban, majd ezt követte a második a Buzavirág és a Pipacs utcai zöld területen. Mindkét helyen úgy alakították ki a futtatót, hogy nem csupán egy területet zártak körbe kerítéssel, hanem hétféle eszközt is kihelyeztek annak érdekében, hogy a kutyatartók fejleszthessék az ebek mozgását. Ilyen lesz a Petőfi utcai sétáltató is. Természetesen a kerítésen túlmenően kapadott, ez a terület kap kukát, kettőt is, az egyiket a szemétnek, a másikat a kutyaürülőknek. Ezen túlmenően kap két játszódombot. A becslések szerint körülbelül 8000 kutyát tartanak Kaposváron. A tömbházakban élő gazdiknak hatékony segítséget nyújtanak az ilyen futtatók. Én hiszek abban egyébként, hogy azért a felelős állattartás terjed, de hát azt ugye akkor alá kell támasztani eszközökkel is, és a kutyafuttató az egy ilyen, tehát az szükséges, ahhoz, hogy a gazdik felelősen tudják tartani a kutyáikat. A Petőfi utcai létesítményt legkésőbb július végéig vehetik birtokba a gazdák és négylábú kedvenceik. Az év sikeres tanárait és diákjait díjazta ma a Kaposvári Szakképzési Centrum. Az ünnepségen a tanulmányi és szakmai versenyeken, valamint a sport területén kiemelkedően teljesítő diákokat és felkészítő tanáraikat köszöntötték. Ez a munkaasztalka országos dobogós helyet ért készítőjének egy szakmai versenyen. Rajta kívül is számos szép sikert értek el a Kaposvári Szakképzési Centrum diákjai. A Légy a szakmád mestere elnevezésű kiállításon ezeket nemrégiben be is mutatták a fiatalok. Országos bajnokságon elért második helyezéséért. Ma pedig a legkiválóbb tanulók és pedagógusok a centrum elismeréseit is átvehették. Az 5-ös Loránd Műszaki Technikum rendészeti lányai például több sportágban is remek eredményeket értek el, de büszkék a tanulmányaikra is.
Nagyon szuper volt ez a tanév, hiszen most voltunk egy ágazati vizsgán túl, ami igazából szinte mindenkinek nagyon jól sikerült, és nagyon sok helyre el szoktunk menni, ami ilyen tanulmányi program, így az iskolán belül. Elismerést kapott Jüngling Czotter Éva, testnevelő is. Én elsősorban kötélugrást oktatom a gyerekeknek Nagyatádon, és a iskolánkban végzett diákok a diákolimpián való eredményeikért kapjuk ezt a díjat. De hoztam magammal triatlonosokat, úszókat és ritmikus gimnasztikásokat is. A mai díjátadón kiemelték, az idei tanév rendkívül sikeres volt. Az elmúlt két tanév bezártsága nem befolyásolta a versenyezni vágyók kedvét, és most, hogy a személyes jelenléttel zajló versenyek visszatértek a mindennapjainkba, minden eddiginél többen vettek részt a megmérettetéseken, és a kiemelkedő eredmények száma is jócskán megnövekedett. A mai ünnepségen a Kaposvári Szakképzési Centrum 74 tanulóját és 21 pedagógusát köszöntötték. Tegnap véget értek az emelt szintű szóbeli érettségig, csütörtökig több mint 66 ezeren vizsgáztak 134 tárgyból. Az oktatási hivatal mai közleménye szerint a középszintű szóbelik hétfőn kezdődnek és június 24-éig tartanak. Ez idő alatt a bő 3000 bizottság 257 ezer feleletet hallgat majd meg. Ezt követően hirdetik ki az érettségi eredményeket. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatása a hivatal honlapján olvasható. Röplabda 4-es döntő Kaposváron. A Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság legjobb férfi, illetve női csapatai mérkőztek meg városunkban, ezt is megmutatjuk hamarosan. Tegnap átadták az Országos Bírósági Hivatal Balatonszemesi Képzési Központját. A legkorszerűbb technikákkal felszerelt épület együttes az igazságszolgáltatásban dolgozók számára kínál majd szakmai fórumokat és pihenési lehetőséget. Ötletes építészeti megoldások és minimalista stílus jellemzi ezt a Balatonszemesi épület együttest. Az új képzési központ tervezésénél fontos szempont volt, hogy az ingatlan hazánk legnagyobb tavának a hangulatát is tükrözze. Nagyon fontos, hogy minden szín, amit önök látnak, az a Balatonból, vagy a Balaton környezetéből, vagy a Balaton élővilágából, vagy a Balaton földrajzi dolgaiból adódó szín. Tehát, hogy nem használtunk olyan szint, ami ettől idegen lenne. A terület 2016-ban került az Országos Bírósági Hivatal tulajdonába. Akkor minden ingatlant elbontottak itt, csupán a főbejáratnál található, ágattartó kislány szobrát tartották meg a hely szelleme iránti tiszteletből. Elődeink örökségére mindenkor büszkén tekintünk vissza, ugyanakkor folyamatosan szükség van a megújulásra, és nyitottnak kell lennünk minden új befogadására. A bírósági dolgozók életében kiemelt szerepet kapnak a szakmai fórumok, ezért a közel 200 fő képzésére és 70 fő elhelyezésére alkalmas épület a legmodernebb technológiákkal lett felszerelve. A bírósági szervezet valamennyi tagjának szakmai képzését és továbbképzését hivatott biztosítani. A Balatonszemesi Képzési Központ elsősorban a személyes jelenléttel zajló többnapos központi képzések szintere lesz, de természetesen az ítélőtáblák és a törvényszékek szervezésében megvalósuló regionális képzések számára is helyszínt fog biztosítani. A bírósági szervezet a 80-as évektől kezdve kikapcsolódási lehetőséget is biztosít munkatársai számára, így a képzések mellett balatonszemesi nyaralásokra is pályázhatnak majd a dolgozók. A pünkösdi hosszú hétvége forgalma felülmúlta a húsvéti napokét is. A vendégészakák száma 76%-kal magasabb volt, mint tavaly ilyenkor. A Magyar Turisztikai Ügynökség adatai szerint ugyanis 240 ezer ember, mintegy 450 ezer vendégészakát töltött el akkora hazai szálláshelyeken. A térségek közül a mostani hosszú hétvégén is a Balaton környéke volt az első számú úti cél. A vidéki forgalom 32%-a ide irányult. A szálláshelyek három nap alatt 6,7 milliárd forint árbevételt könyvelhettek el, amelynek 42%-a az országhatáron túlról érkezőktől származott. A vendéglátóhelyek árbevétele pedig meghaladta a 14 milliárd forintot. Együttműködési megállapodást kötött tegnap a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal. A cél, hogy közös oktatási-kutatási programokat szervezzenek, és adott esetekben együtt mozgósítsák tudásbázisukat, kapcsolati rendszerüket.
A partnerség jegyében a NÉVIH több telephelye is fogad majd hallgatókat szakmai gyakorlatokra és egyéni kísérletek lebonyolítására. A felek létrehoznak egy élelmiszerlánc biztonsági kurzust is, amely kiemelt hangsúllyal kezeli majd az állategészségügy és az állatvédelem kérdéseit. Rendhagyó irodalomórát szerveztek a napokban a kaposvári Noszlopi Gáspár közgazdasági technikum diákjainak. A fórum meghívott vendége Fekete Richárd költő volt, a Jelenkor című kulturális és művészeti folyóirat szerkesztője. Sziasztok! Én vagyok a Fekete Richárd, aki 6 évet élt Kaposváron. A kortárs művészetek iránt érdeklődő fiatalokkal telt meg néhány nappal ezelőtt a kaposvári közgazdasági technikum könyvtára. A rendhagyó irodalomóra vendége, a Jelenkor című lap szerkesztője, Fekete Richárd költő volt, aki nemrég megjelent új verses kötetét, a módosítást is bemutatta a diákoknak. Ez a harmadik verses könyvem. Az első 2009-ben jelent meg a Palatinus kiadó gondozásában, a második 2015-ben a József Attila körnél, ez pedig most a Szkolár kiadónál. Témáját tekintve ez egy traumatörténetet dolgoz fel, egy család széthullásának a történetét. Éppen ezért ajánlani mindenkinek lehet, aki már átment ezen a folyamaton, vagy benne van, vagy előtte áll. A fórum szervezői szerint egy-egy ilyen alkalom mindig érdekes a fiatalok számára, hiszen a köztünk élő művészeknek személyesen is feltehetik az őket foglalkoztató kérdéseiket. Amikor az ember Vörös Marti Mihályt vagy Arany János tanulja, akkor ugye nincs ott se Vörös Marti, se Arany, de még Adi sem, meg József Attila sem. De amikor mondjuk a Fekete Richárdnak az új kötetéről beszélgetünk, akkor ott van egy költő, ott van egy szerző is, és hát egyrészt tud nyilván autentikusan nyilatkozni, bár azt is megtanuljuk irodalom órán, hogy a szerző mit gondol a saját verséről, az nem feltétlenül mérvadó, tehát ezt úgy helyén kell kezelni, de mindig érdekes, hogy mit gondol ő mondjuk magáról az irodalomról, vagy az irodalom oktatásáról, meg hát persze a saját szövegeiről. A középiskolások így a többi között azt is megtudhatták, hogy a Módosítás című kötetben szereplő versek egy jó része, amelyeket a költő saját élményei ihlettek, éppen Kaposváron született. Hírműsorunk végén sport. Formálódik a kaposvári női röplabda csapat jövő évi kerete. A napokban 3 érkezőt is bejelentett az extraligás együttes közösségi oldalán. Bodovics Hanna egy év nyíregyházi kitérőt követően tér vissza a Somogyi megyeszékhelyre. Godó Panna az élvonaltól búcsúzó Diós Győrtől érkezik, míg a korábbi válogatott Gyimes Zsófia Újpestről igazolt a KNRC-hez. Az előző szezon negyedik helyen záró keretből Szedmák Réka, Hegyi Bianka és Budai Viktória már korábban szerződést hosszabbított a klubbal. Kaposvár adott otthon tegnap a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Röplabda Bajnokság 4-es döntőjének. A viadalon a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem férfi és női együttese is részt vett. Az egyetemi röplabda Final Four-t eredetileg a Matek kaposvári kampuszán rendezték volna meg, de a viharos időjárás miatt végül a körcsarnok, illetve a Kaposvár aréna lett a megmérettetés helyszíne. Köszönet az esemény fő támogatójának, az Országos Meteorológiai Szolgálatnak, aki annyira megijesztette a szervezőket, hogy ebbe a kiváló csarnokba hozták át az eseményt. De a viccet félretéve nagyon nagy köszönet a Maténak, illetve a városnak abban, hogy lehetővé tették azt, hogy egy ilyen gyönyörű csarnokban, ilyen körülmények között lehet lejátszani az egyetemi bajnokságnak a döntőjét. Az elődöntők kaposvári szempontból felemás eredményt hoztak. A Mate férfi csapata címvédőként egy sima 3-0-ás sikerrel két várra fektette a Debreceni Egyetem gárdáját. Ezzel szemben a hölgyek hasonló arányban maradtak alul a testnevelési egyetem alakulatával szemben. Szerintem egy nagyon jó mérkőzés volt. Felkapottak voltak a srácok, mindenki élvezte a játékot, igazából szerintem emiatt sikerült 3-0-ra nyerni. Az a fontos, hogy élvezzük, és akkor jó lesz az egész játék. A férfi döntőben a hazai csapatnak a testnevelési egyetem volt az ellenfele. A fővárosiak mestere még a Corvinus ellen megnyert elődöntő előtt beszélt stábunknak csapata esélyeiről. Először nyerik meg ezt a mostani mérkőzést, de tételezzük föl, hogyha mi jutunk tovább győztesen, akkor egy érdekes mérkőzés, hiszen rendkívül jó játékosokból áll most is a kaposvári csapat. Megpróbálunk mi egy picikét idomulni az ő játékukhoz, hiszen tudjuk, hogy feladó poszton van náluk egy kis hiányosság.
Meglátjuk, mire lesz elég, de először legfontosabb, hogy jussunk a döntőbe. A röplabda MEFOB férfi döntőjében végül 3-1-es mate siker született, így az erősebbik nem címvédésnek örülhetett. A női fináléban a testnevelési egyetem 3-2 arányban bizonyult jobbnak a Corvinusnál, míg a mat és lányok javítani tudtak, és a BME 3-2-es legyőzésével a harmadik helyen zárták a tornát. Főbb híreink még egyszer röviden. A legeredményesebb diákjait és pedagógusait köszöntötte ma a Kaposvári Szakképzési Centrum. A tagintézmények ismét sikeres évet zárnak. A tó és környéke ihlette az igazságszolgáltatásban dolgozók új központját Balatonszemesen. A korszerű épület együttes tegnap adták át. Kortárs költőt látott vendégül néhány nappal ezelőtt a Nosztapi Gáspár Közgazdasági Technikum. A rendhagyó irodalom óra remekül sikerült. Újabb majomhémlős fertőzötteket azonosítottak Magyarországon, további részletek erről is olvashatóak internetes oldalunkon a kapos.hu-n. 7:30 jön a Diagnózis című egészségügyi magazin, 8:30 pedig a Ludovika TV, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem műsora. Köszönöm figyelmüket, nagyon kellemes hétvégét, viszontlátásra! A kapos.hu után már is jön az időjárás jelentés. A hétvégére már a mostaninál jóval szárazabb levegőfajta érkezik fölénk, így tovább csökken a csapadékhajlam, és egyre több lesz a napsütés. Holnap már napos idő várható, csak néhol növekedhet meg átmenetileg a gomoly felhőzet. A hajnali órákra 15-17 fokig hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 25-27 fok körül alakulnak. Vasárnap is hasonlóan napos, száraz időben lesz részünk. Kora reggel 14-16 fokot, délután 25-27 fokot mérhetünk. Ez az igazi nyárias idő a jövő hét nagy részében is folytatódni fog, komolyabb hőhullám egyelőre nem valószínű. Az időjárás jelentés támogatója a Bold Ingatlan, az ingatlanok szakértője. Ha ingatlant keres vagy kínál, keresse a Bold Ingatlan profi csapatát.